Hello. Valentin nap. Romantika. Sok-sok pici szívecske. Szép cicababák virággal sétálnak a kezükbe. Jaj, drága szerelmem, úgy szeretlek. Bocsi. Február 14-e van, gyönyörű szép romantikus időjárás, mínusz 20 fok, hó, és mégis megérezzük a romantika friss illatát. Nem én fingottam. Szóval február 14-e annyira szeretjük egymást, az kit érdekel, hogy tegnap még azon vesztünk össze, hogy kiegye meg az utolsó szelet csak itt. Nem szelet, hanem mi az? Szóval az utolsó kocka csokit kiette meg tegnap. Nem számít. Ma imádjuk egymást. Szerintem, hogy holnap megint mehet a vita, persze. Vegyünk egy kis bombont, hogy legyen megint még vitatkozni, nem? De most komolyan, ember! Persze marketingnak kurva jó, mennyi, aztán vegyél virágokat, meg vegyél csokit, bombont, virágot, meg csokit... Bombont? Azt mondtam már? Mondjuk nem jutott, hogy a bombon nem csokiból lenne. A lényeg az, hogy vegyél minél több felesleges cuccot. Hogy bebizonyítsd? Te vagy életem szerelme! Oké, értem én ezt, van nők napja. Jó, legyen nők napja. Oké, értem azt, mindenkinek van névnapja, van karácsony, van húsfét. Nem szeretjük egymást elégszer. Én mindig azt mondom, hogy ha valakit szeretsz, mint például engem, akkor folyton arra gondolsz. És minden nap csak érte dobog a szíved. Azért vennek neki a virágot! Nézzetek szerelmes filmet! Szórd szét a virágszirmokat! Táncolj neki! Énekelj neki valami romantikus számot! Mondjuk azt, hogy... Szexelj velem! Ó, drága életem! Szexelj velem! Ó, drága!